Sziasztok! Egy Richter-sport különlegességgel érkeztünk, ez a cukros mandulás Richter-sport. Ez egy karácsonyi ízelvileg. Én akkor ki is veszek belőle. Addig mesélj róla, meg arról, hogy még mit vannak. Hát van három íz, amit még ezzel együtt kóstoltunk egyébként. És ez most ugye az, amiről még nem tudunk semmit, csak annyit, hogy mandulás. Kóstold meg, addig én ugye megmutatom. Ez ugye cukrozott mandulás ízesítésű, ami egyébként nem egy rossz választás, ha belegondolunk, hogy ilyenkor szoktak árulni ilyen cukros, fahíjas mandulát, meg magyarót. De most ha megkóstolom én is, akkor addig beszél. Jó, nekem nagyon tetszik, és engem emlékeztet is valamire, méghozzá arra, amit így az adventi vásárokban az itthon is lehet szerintem kapni, amikor ilyen cukrozott nagyon finom magyarót és mandulát árulnak, ami így be van. Igen, mászként van. Sőt, szoktak így árulni külön is már. Igen. Na, ez nekem teljesen azt az ízvilágot hozta. Én nem is gondoltam volna, hogy az nekem ízleni fog, de egyszer tényleg nagyon jó. Határozottan finom, tehát hogy az eddig kóstoltak közül eddig ez a csúcs, én úgy értem be legalábbis, hogy nekem ez olyan, amiből ennék bármikor újra. Viszont nem mondom, hogy karácsony hangulatom lett tőle. Nekem... Tehát, hogy nem rossz, egy picit talán meghozhatja, hát, vagy igen. Hogy rá tudom fogni, hogy miért, de ugyanezt ugye a kókuszosnál is ugyanígy voltam. De finom. Ennél jobban rá tudom fogni. Igen, de... lehet azért, mert ugye ez tipikusan ilyet karácsonykor télen szoktunk főleg enni. Tehát ez nem egy ilyen... Jó, de mondjuk ha a csomagolás meg a többit nézzük, adja, mint ahogy azt a hangulatot, ahogy a másik is, ugye ez a szép fényes csomagolás, mert mit tudom én, ugye kifejezetten karácsonyi széria, tehát hogy ez határozottan jó. Hát ha kíváncsiak vagytok rá, akkor kóstoljátok meg, és hát nézzétek meg a többi karácsonyi Richter-sport, illetve egyéb karácsonyi ízű csokiról készült videónkat is. Ha ilyet találtok egyébként itthon bárhol, kimondottan ajánlanám, mert ez tényleg egy jó élmény volt. Tehát, hogyha ezt találnék itthon, én biztos, hogy bennék belőle. Szerintem lehet, hogy lesz. Igen, lehet a Müllerben, csak mondom, hogy alapjában nem tudom, hogy itthon ez repertoáromban. Jó, hát ha kíváncsiak vagytok, akkor YouTube-on, Facebookon, Instán kövessetek minket. Sziasztok! Sziasztok!